Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéa vagyok. Önök Kultúrszoba című magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk. Lelkünk üzenete, testünk útjain. Könyvbeszélgetés. Hívó szó, Földi Kovács Andrea előadása. 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban. Programok a Szekszárdi Kulturális Központban. Csóri Sándor alapban 40 sikeres Tolna vármegyei pályázó. 5 szekszárdi szervezet oklevelet vett át. A szerelmes film. Filmvetítés és közönség találkozó az Oscar-díjas rendezővel Szabó Istvánnal. Lelkünk üzenete, testünk útjain. A szomatodráma hatásmodell. Ez a címe Üveges Anna pszichológus írókönyvének, amiről a szerző és Weissné Szabó Magdolna terápiás konzulens beszélgettek a Babits Mihály Kulturális Központ Kultúrkottyok Szabad Egyetem rendezvényén. A szomatodráma egy játékos, kreatív, önismereti módszer, mely üzeneteket közvetít a testtől, a tudatig és vissza, ezáltal egy aktív, értelem és érzelemteli kommunikáció lehetőségét nyitja meg belső világunkkal. Üveges Anna író könyvének újdonsága a szomatodráma hatásvizsgálata, amely a hagyományos és modern pszichológia módszereit egyedi módon integrálva képez hidat, önismeret és gyógyulás test és lélek között. Egyúttal egy... mondjuk így, hogy kapu vagy egy lehetőség a laikus olvasók számára ahhoz, hogy egy kicsit a testük üzenetei mögé tudjanak nézni. Alapvetően a pszichoszomatika tudománya foglalkozik ezzel a területtel, ez alatt azt értjük, hogy minden olyan testi elváltozás, amit nem indokol egy, hogy így mondjam, egy szervi elváltozás, egy szervroncsolódás, egy szervkárosodás, hanem valamilyen megmagyarázhatatlan tünetről beszélünk, akkor beszélünk pszichoszomatikus tünetekről, és a lelki összefüggések ekkor válnak fontossá, mert ugye a test úgy ad, hogy így mondjam, jeleket, ad üzeneteket számunkra arról, hogy mi zajlik bennünk, hogy mondjuk így egy szervünk megbetegszik, vagy lesznek tüneteink, amelyek kellemetlenné válnak, és óhatatlanul elkezdünk velük dolgozni. Érdemes a testtudatos életmódot meghonosítani így a mindennapokban. Ez nem könnyű alapvetően, mert a kultúránk nagyon nem a jelen létre, hogy így mondjam, hívja a figyelmünket, hanem a túlhajszoltságot díjazza. Tehát ilyen módon inkább azt tekintjük ma már teljesítménynek, ha valaki le tud lassulni, meg tud állni, magára tud figyelni, egy kicsit tud reflektálni magára, hogy így mondjam. És hogyha ezeket a gyakorlatokat a mindennapunk részévé tudjuk tenni, akkor nagy eséllyel tudunk egészségesebb életet élni. Ezzel együtt nyilván a nehézségek nem kikerülhetőek. A könyvszerzője azt mondja, ezzel a beszélgetéssel reméli, hogy olyat tud átadni a hallgatóságnak, ami később hasznos lesz számukra. Mindenképpen az, hogy jól érezze magát az, aki ide eljön, és valami olyasmivel gazdagodjon, olyan önismereti töbletet kapjon, amit akár a saját életébe tud alkalmazni, vagy akár elindulhat az önismeret útján. A beszélgetés társszervezője az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület volt. Tartalmas estén vehettek részt az érdeklődők, hiszen a téma nem más volt, mint az Isten kapcsolat, alázat, szenvedély, kötődés Földi Kovács Andrea előadásában hívószó címmel. Az esemény nagy érdeklődés övezte. Andrea nem csak azoknak szeret előadást tartani a hitről, akik hívők, hanem azoknak is, akik nem azok. Előadásában az Isten kapcsolatáról beszélt. A mai előadás címe Isten kapcsolat, szenvedély, kötődés, tulajdonképpen a hit dolgairól, a kereszténység hétköznapi megéléséről fogunk beszélgetni ma este. Én remélem, hogy az előadás végén lesznek majd kérdések is. Amikor arra kérnek általában ilyen alkalmakon, hogy beszéljek Istenről, akkor ez egy nagyon nehéz kérés, mert Isten egy kibeszélhetetlen valóság, a hit pedig nagyon mély és nagyon személyes dolog. Mégis azt gondolom, hogy a tanúság tétele ereje, az, hogyha megosztjuk egymással az Isten élményeinket, az életbe tudja tartani a keresztényekben a hitet, egy olyan korban is, amikor ennek hát nincs kultúrája, vagy talán nincs divatja, és amikor megerősítésre szorulunk egymástól is, arra, hogy támogassuk egymást a hitben, és hogy nehéz pillanatokban adott esetben erőt adjunk a másiknak egy közösségen belül. Isten nem
strukturális változásokat hoz, hanem az egyes emberek szívét változtatja meg, és ez okoz később aztán nagy átfogó változásokat. Hát ezt próbálom meg én is ebben az előadásban, amennyire lehet személyesen megszólítani majd a közönséget, és amennyire lehet egyenként elhívni mindenkit arra, hogy a hit útján, aminek ugye a végpontja az hitünk szerint a mennyországban van, együtt menjünk tovább. A kereszténység mindenkorban örök és állandó üdvösségre vezető üzenetet hordoz. Ilyen értelemben én azt gondolom, hogy a kereszténységnek megújulásra, tehát magának az igazságnak, az igének megújulásra nincs szüksége. Isten állandó, és nincs benne a változásnak még az árnyéka sem. Mindaz, ami a Szentírásban le van írva, az élő ige, az ma is ugyanúgy igaz, a mai korokra is ugyanúgy érvényes. Mi vagyunk azok, akik azt gondoljuk, hogy mivel megváltozott körülöttünk minden, és ez a változás, ez gyors és nagyon átfogó, és egyik pillanatról a másikra szinte tényleg teljesen más léptékkel kell érnünk az életet, ezért nagyon nehezen adaptálódunk keresztényként a megváltozott világhoz. Én azt gondolom, hogy Istenbe kapaszkodva nem csak erőt, tudást, bölcsességet, hanem derűt is kapunk ahhoz, hogy a modern kor kihívásait jól vegyük, ezeket az akadályokat jól vegyük, és Carl Truman, aki egy protestáns teológus, mondta azt, hogy nem a siránkozás a keresztények feladata, hanem az, hogy minden korban megértsék a problémákat, és érvényes válaszokat adjanak rá. Én azt gondolom, hogy a keresztény válaszok azok az egyetlen érvényes igazságok minden korban, és bár sokfele keressük, és nem találjuk a jó válaszokat, vagy a jó megoldásokat, de valójában itt van a szemünk előtt, fel kell rá nyitni a tekintetünket, és vonatkoztatni kell a mai kor kihívásaira is azokat az üzeneteket, amelyek szerintem mindig igazak maradnak, hiszen Isten üzenetei mindig igazak. Ráadásul a mai kor kihívásai olyanok, ahol szerintem nem működik a dolgok korrigálása kis korrekcióval. Tehát annyira radikálisan meg kell újítani a hitünket, hogy vissza kell térnünk az origóhoz, az eredeti állapothoz. Hogyha gondunk van a világgal, meg kell vizsgálni a szívünket, hol kell még megtérnünk. Hol kell még radikálisabban követnünk Krisztust ahhoz, hogy mi magunk is só és fény lehessünk a körülöttünk élő embereknek. Béla bácsi nagyon sok jót várt az előadástól. A mai rendezvénytől azt várom, hogy az előadó a napjainkat feszegető közéleti, illetve erkölcsi kérdésekre választ kapjunk. Nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben felnyissa az emberek szemét a körülöttünk levő valóságra, és így tudjunk cselekvőképesek maradni, illetve az egész társadalom, illetve a magyarság sorsára nézve is, a jövőre nézve perspektívát nyújtson. Nagyon nehéz helyzetben van a keresztény világ, és nagyon nehéz helyzetben van a valódi szeretet világa. És azt gondoltunk, vagy azt gondoltam, hogy Andreának az előadása, életútja, missziója pont ezen segítene. Mindegy, hívő vagy nem hívő, keresztény vagy nem, az az ő egész magatartása és az egész missziós tevékenysége arra utal, hogy tudunk hazavinni belőle egy kicsit a mi élethelyzetünkre. Szent José María Escrivá, az Opus Dei mozgalomnak az alapítója mondta azt, hogy mindenki meg van hívva az életszentségre a hivatása által is. Tehát nem csak a papok és a szerzetesek, hanem mindannyian a saját hivatás területükön belül is lehetünk szentek. Ráadásul a keresztényeknek minden korban megvan a társadalmi feladata is. Isten nem arra hívott minket, hogy a templom falai között éljük meg a hitünket, hanem küld minket a betegekhez, a bűnösökhöz, küld minket a
világban. Ugye az, a mi missziós parancsunk az, hogy tegyetek tanítványommá minden népet. Tehát ki kell lépnünk a négy fal közül, a saját hivatásterületünkön is, akár a két kezünkkel, a lábunkkal, a szánkkal, mindegy, meg kell vallani Istent. És ugye teremjétek a szeretet cselekedeteit, tehát mindez a hit, a megélt hit nem ér semmit, hogyha a szívünkből, a szeretet által nem fakadnak cselekedetek. Olyan sok mindenen sopánkodunk, olyan sok minden miatt sajnálkozunk, olyan sok minden miatt vagyunk kétségbe esve, amikor azt gondolom, hogy Istenbe kapaszkodva az ima erejével és a szeretet cselekedeteivel nagyon sok mindent át tudnánk formálni a saját környezetünkben is. Az előadás a Római Katolikus Plébánia szervezésével jött létre, valamint Himmelné Ökrös Mária Magdolna közreműködésével. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban országos programsorozat részeként számos eseményt tartottak Szekszárd kulturális intézményeiben. Így a Babits Mihály Kulturális Központban is. Ilyen volt az őszi játszóház és a tánctér, karöltve sokszínű tolna rendezvény is. Varga Dalma, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatóhelyettese, kulturális osztályvezetője, közművelődési szakembere ismertette az őszi játszóház programjait. Az őszi játszóházunk zajlik itt most délelőtt 13 óráig, ami az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című programsorozat keretein belül valósult meg, ami tulajdonképpen a Kulturális és Innovációs Minisztérium szervezésében ellátogat minden vármegyébe. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy hozzánk is el tudott kerülni ez a program. A játszóház keretein belül pedig itt mögöttem a mozi előtérben látható a Hungarikum játéktér, ami a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében valósul meg. A rendezvénytermünkben pedig többféle kézműves foglalkozás zajlik. Az egyik az a Hagyományok Háza által szervezett program, ahol a Tolna megyei Népművészeti Egyesület fantasztikus kézműves foglalkozásai zajlanak, itt többféle dolgot lehet csinálni, nagyon izgalmas, illetve a Szépművészeti Múzeum szervezésében múzeumpedagógiai foglalkozás is zajlik, amit nyugalmazott múzeumpedagógusok vezetnek, itt történelmi pop-up képeslapot, és szintén nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni. Ezen felül pedig csurgózenekar koncert, illetve Gulyás László Vándor muzsikus produkciója látható majd, és mindezen programok 13 óráig várják az ide látogatókat, úgyhogy reméljük, hogy mindenki jól fogja magát érezni ma délelőtt. Az őszi játszóház nagy sikert aratott az országos programsorozat keretein belül. Mindenki megtalálta a számára érdekes és játékos elfoglaltságot. Kicsik és nagyok egyaránt élvezték a napot. Mai alkalommal a Szépművészeti Múzeum Hősök, Királyok című programjához kapcsolódva négyféle festmény reprodukcióját lehet tulajdonképpen elkészíteni. Ebből három diorámaszerű, tehát ilyen 3D-s kép. Egy kép, itt mindjárt mutatom, ez pedig képeslapszerűen kihajthatós. Ez a Budavár visszavétele című festmény alapján készült, Benczúr Gyula ismert csodálatosan szép festmény nyomán. Tulajdonképpen minden korosztálynak ajánljuk, bár igazából azért kell némi technikai ismeret hozzá, tehát alapvetően az olló, ragasztó használata, de a többi kellék az kész anyag. A felnőtteknek ez egy szappantartó, amit tudnak készíteni, a gyerekeknek pedig egy ügyességi játék, ez a karika elkapó játék, illetve igyekeztem a kisebbekre is gondolni, és nekik pedig ez a kis halacska, ami egy kis dísz, de nagyon könnyű elkészíteni. Kicsit felfedeztük a terepet, nagyon szereti a viseleteket, nagyon szeret rajzolni. Igazából a kézműves foglalkozásokra érkeztünk, úgyhogy agyagoztunk, csináltunk egy agyagcímert, miket csináltunk még, Anna? És ezt a pop-up képeslapot a történelmi képekről. Viselt egy babát, öltöztetek. A benti mászókkal ez eléggé tetszik neki, csak ugye most ott a zenekar játszik éppen, majd hogyha végeztek, akkor szerintem visszavegyünk és folytatjuk ott az akrobatikus mutatványokat. Kézműveskedtünk, játszottunk, tesztet töltöttünk ki, igaz, vetélkedőn vettél részt, nyert egy legyezőt,
Malmoztunk. A Facebookon találtuk ezt a rendezvényt, ideig kipróbáltuk a társast, a kukoricázást, a diótörést, és most fogunk bemenni a színházterembe, mert ott is hallottuk, hogy lesz nagyon sok minden, és nagyon élvezik a gyerekek. Ármin, tetszik a program? Igen. Jászmin? Nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is megtalálták a kedvükre való programokat. Tánctér, karöltve, sokszínű tolna. Ez az esemény zárta azoknak a babicsos rendezvényeknek a sorát, melyeket az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat részeként tartottak meg itt, október 4-én és 5-én. A táncgálán Tolna vármegye kiemelkedő minőségű hagyományőrző néptánc együttesei, modern és kortárs táncműfaját képviselő csoportjai léptek fel. A nézők megismerhették a csoportok tánctípusait, muzsikáját, hétköznapi és ünnepi viseleteit. Én a Tolna megyét egyébként is nagyon kiválónak tartom olyan szempontból, hogy olyan népcsoportok élnek itt, akiknek a hagyományozott tevékenysége példaértékű, és ma ez az este erről szól, hogy megmutatjuk a közönségnek, hogy milyen színes ez a Tolna megye. És azt gondolom, hogy aki ezt a táncgálát látja ma este, megismerheti egy kicsit megyénket, és megismerheti az itt élő emberek mentalitását, de legfőképpen azt az örökséget, amit a régiek hagytak ránk, és ez mondhatom azt, hogy a szellemi kulturális örökségnek egy része a népzene, a néptánc, a népdal, az itt ma este megjelenik. Van egy általános úgynevezett dunántúli jellege, ugye régen Sárköz nem ez a szűk területű egység volt, hanem egy sokkal nagyobb a Sió, a Duna területétől egészen az Északmecsek aljáig terjedt. Nagyon sok külső sárközi település van most is, amit így hívunk most már, de ez régen ugye egy település, vagy egy tájrendszer volt. És hát persze a másik oldal is, a Duna másik oldalán is hasonló jegyeket mutat a népművészet. Tehát igazából ez egy ilyen dunántúli jelleg, ami a Duna mentén alakult ki. Ez ma este itt megjelenik a Bogyiszló, a Sárpörisi Együttes bemutatásában, és hát a betelepült népességből itt most ma este a bukovinai székelyek mutatkoznak be, de tudjuk azt, hogy a németség is szép számmal megjelenik a megyében. Örömmel tölt el, hogy rengeteg kisgyerek táncol, rengeteg fiatal ifjú táncol, és azt hiszem, hogy akit ez a kultúránk megérintett, anyanyelvi kultúránk, mert valójában ez az, az sohasem fogja tudni ezt elfelejteni, remélem nem is akarja, tehát át tudja örökíteni majd a következő generációknak is. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban programsorozat táncos rendezvényeit a Nemzeti Táncszínház szervezte. 2017-ben írták ki először a Csóri Sándor programot, melyre az idei esztendőben 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Az összesen 1776 nyertes pályázatból 40 Tolna vármegyei. Az 5 sikeres szekszári pályázó az oklevelét a Babits Mihály Kulturális Központban vehette át ünnepélyes keretek között. Az 5 szekszári nyertes pályázónak Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára és miniszter helyettese, továbbá Berlinger Attila szekszál polgármestere megköszönte, hogy munkájukkal közösségeinket erősítik, a kultúránkat segítik megélni és azt átadni a jövő generációjának. Az egész programnak az az apropója, hogy szeretnénk mindenképpen megmenteni, támogatni a népi kultúránkat, a népdalokat, a népművészetet, a néptáncot, mert azt gondoljuk, hogy a népi kultúra az az egyik legfontosabb része annak, hogy a nemzeti identitásunk megmaradjon. És azt gondoltuk, hogy ez egy olyan fontos ügy, hogy minden megyébe elmegyünk, és legalább a megyeszékhelyen nyertes pályázóknak átadjuk az oklevelet, ezzel is azt demonstrálva, hogy valóban fontos ügyet szolgálnak, és meg is köszönjük nekik azt, hogy pályáztak, és hogy megvalósítják azt, hogy a közösségeinket erősítik, és a kultúránkat segítik megélni, illetve átadni a népi kultúrát a jövő generációnak. Ez szerintem nagyon fontos. A Babits Mihály Kulturális Központban egy igen gazdag programkínálatot hozott a helybéli és környékbeli lakók számára.
Most 18 órakor kerül sor az Országos Csóri Program kapcsán 5 kiváló kitüntetett számára egy olyan díját adó ünnepségre, amely a magyar kultúra, a magyar hagyományőrzés terén évtizedek óta dolgozó vállalkozások, egyesületek, intézmények részére ad egy olyan fajta elismerést, amely azt gondolom abban erősíti őket, hogy ezt a munkát tényleg érdemes ilyen hittel és ilyen szakmai alázattal végezni. Gyakorlatilag a Csóri pályázatot mi majdnem minden alkalommal, tehát ahányszor kiírták, mindig igyekeztünk megpályázni, és többé-kevésbé sikeresen, nem mindegyik nyert, de most az utóbbi szériában, most már azt mondanám, két egymás utáni évben most is 500 ezer forintot nyertünk, és ez a népdalkörünk, hogy van a maroknyi székely népdalkör, ez indított arra, hogy gyakorlatilag az ő munkájukat segítve tudjunk pályázni, és ezt így sikerült ebbe pályázatba is a művészeti vezetőnek a tiszteletdíja, a fellépésekre történő utaztatás, az nagyon fontos, mert hogyha kérik, most is voltunk Vaskuton, szerepeltek, és azért a buszköltségek, vagy a különjáratos buszok nem, tehát eléggé húzos költséggel járnak, és ezekre a tételekre szoktunk pályázatot írni, de Csóri pályázaton korábbi években tudtunk felöltözni viseletes ruháinkat, például a férfiakat Csóri pályázat bukovinai székely népviselettel tudtuk felöltöztetni, úgyhogy ilyen értelemben bármilyen eset van, hogy pályázni lehet, mi mindig próbálkoztunk. Itt elhangzott az ünnepségen, hogy 2017 óta van ez a Csóri Sándor alap, azóta mi a kiemelt együttesek közé tartozunk, tehát ezt jelzi az is, hogy mekkora összeggel támogatja a mi működésünket, és ez tényleg nagyon jelentős összeg, és nagyon elősegíti a működést, tehát a zenekarra, jelmezre és az oktatóink bérére tudjuk ezt fordítani, és azon kívül, hogy az együttes működését segíti, mi vagyunk azon szervezetek, akik megyei hatókörű munkát is végzünk, így évente 3 vagy 4 olyan rendezvényt szervezünk, amelybe bevonjuk az itt működő elsősorban hagyományőrző együtteseket, vagy a népi kézműveseket, vagy esetleg a dél-dunántúli jellegű rendezvényünk is van, például az idei évi, amit az idei évben nyertünk támogatást, abból egy régiós gyermeknéptánc fesztivált fogunk majd májusban szervezni. Tehát azt gondolom, hogy nem csak az együttes profitál ebből, hanem a megye, vagy még a régió is akár, és ezeket a rendezvényeket szinte minden alkalommal a Babits Mihály Művelődési Központban tartjuk, tehát tulajdonképpen még a Babits és a város is ugye ebből azért elég sokat tud profitálni, tehát tényleg elmondhatom, hogy a mi munkánkat nagyon-nagyon segíti a Csóri Sándor alap, úgyhogy köszönjük szépen, és ez tényleg egy nagyon méltó ünnepség volt, hogy személyesen is itt államtitkár úr átadta nekünk ezt az oklevelet. 2019 óta dolgozom a Gyűszű Birtokon, mint marketinges, és számtalan rendezvényen vagyunk már túl, mint borászati, mint kulturális vonalon, és idén most már ez a második nyertes pályázatunk. Az első az nyáron valósult meg az NKA támogatásával, azaz a Piktúra alkotótáborunk. Az 5 szexuális nyertes pályázó szervezet a Garai János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány, a Bartina Néptánc Egyesület, a Bukovinai Székelyek Szexuárdi Egyesülete, a Gyűszű Birtok Kft. És a Szexuárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. A szerelmes film. Filmvetítésre és közönség találkozóra is sor került az Oscar-díjas rendezővel Szabó Istvánnal. Az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban országos programsorozat Szexárdi állomásán.
Szabó István szeretettel idézi fel a szerelmes film forgatását és annak kulisszatitkait. Azt is elárulta nekünk, hogy semmilyen nehézségre nem emlékszik a munka során, amely nehezítette volna a film elkészültét. Nagyon régen készült, 1970-ben forgattuk, amikor Bálint Andris és a Halász Ötka még nagyon fiatalok voltak, sőt én is. Úgyhogy az ember mindenre örömmel emlékszik vissza, ami ez a fiatalsága fűződik. Nagy élvezettel csináltuk a filmet, egy jó társaság, nagyon jó volt a stáb. Szerettük a filmet forgatni, jó volt. Vannak jelenetek, amelyek Franciaországban játszódnak, és olyanok is, amik a tengerparton. Na most hát nem volt pénzünk természetesen, úgyhogy ki utazott? Hát utazott az operatőr, Lőrinc Jóska, a segédoperatőr, egy hangos, Bálint Andris, meg én, öten voltunk. Ez egy filmstábhoz képest, ez egy nevetségesen kis csapat. Fölszálltunk a vonatra, beültünk egy fülkébe, és hát természetesen a csomagjaink, a filmes dobozok, a kamerás dobozok, ismeri őket, ilyen fémborítású dobozok. Hát ültünk ott, és egyszer csak Bécsben, mert mi Franciaország felé utaztunk, felszállt mellénk egy úr, és nézte a dobozokat, nézte, és egyszer csak megkérdezte tőlünk angolul, hogy fishing, halászni mennek? Mi a Bálint András azt mondta, no filming, nem, mi filmezünk. És ez úgy megmaradt bennem. Nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, hogy ilyen kis szűk csapat, a Halász Ötka utánunk jött, hogy a tengerparti jeleneteket is forgassuk, mert Párizsban forgattunk egy rövid jelenetet. Jó volt, van egy pár nagyon tehetséges fiatalember. Meg kell mondanom őszintén, hogy ezek a fiatalemberek, ezek elmúltak 40 évesek, és amikor mi, az én generációm az első filmjeinket csináltuk, hát akkor milyen 20 évesek voltunk, 28-30, Gál István a csodálatos Sodrásban, Sára Sándor, és most sorolhatnám azokat a filmeket, amelyeket az én generációm csinálhat, szóval mi fiatalabbak voltunk. A filmvetítésen a résztvevők nem csak egy élménnyel gazdagodtak, hanem igazi időutazásban vehettek részt, melyen rájöhettek arra, hogy van, ami örökérvényű. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök Kultúrszoba című magazinunkat látták. Viszontlátásra!